A Facebook oldalamon már találkozhattatok egy mini videóval, amiben megmutattam nektek, hogyan is zajlik a mi kis csapatunkkal egy divatfotózás. Azon a napon a hét főbűn volt a téma, a képek pedig megjelentek az NGU magazinban, illetve a Stíler oldalán is. Ha kíváncsiak vagytok, az infoboxban megtaláljátok a linkeket hozzájuk. A sminkek közül mindenki kedvence az irítség sminkje volt, ami azért is szuper, mert olyan egyszerű, hogy ti is könnyedén elkészítetitek magatoknak otthon. Ráadásul szinte mindenkinek jól áll, nem kell modellnek lenni hozzá, így ebben a videóban megmutatom, milyen is az irítség fantázia sminkje, egy visszafogottabb és egy extrémebb változatban is. Elsőként egy zöldes árnyalatú korrektorral kijavítottam azokat a területeket, vagy pattanásokat, vagy foltokat az arcomon, amik kipirosodtak, majd a ráncokba, a szemem alá és az orromra egy vékony csíkban világos korrektort tettem. Ezután jöhetett az árnyékolás, a sötét alapozóval megrajzoltam azokat a területeket, ahol árnyékolni kell, majd az arcommal megegyező színű alapozóval minden részt összedolgoztam. Ha részletesen és kíváncsiak vagytok, hogyan kell rendesen kontúrozva alapozni, akkor megtaláljátok a videómat Kardashian kontúr néven, szintén az infoboxba belinkelem nektek. Az egészet púderrel fixáltam, a zsírosodásra vagy elkenődésre hajlamosabb területekre vizes szivacsal viszem fel a púdert, így sokkal tartósabb lesz az alap. Az áll alá, az arcomra és az orromra, az árnyékolt területekre egy sötétebb púder került, így még hangsúlyosabbá tette azt. Szemsminket fehér szemszoruzával kezdtem, alul a szempillatőben és a belső vízvonalban is kihúztam, majd ezzel rajzoltam meg a szemöldököm alját is. A szemöldökömre először mindig szemöldöktust használok. Először alul meghúzom a vonalát, majd a nagyon hiányos részeire apró szőrszálakat rajzolok be. Végül, hogy teljesen természetes legyen a végeredmény, porral is átmegyek az egészen. She said now you're free man, you better chase those dreams and I don't think you're the perfect fit for me. I do believe that you're better off without me, cause you don't see what I see. A smink formáját megrajzoltam egy fekete szemceruzával, amit aztán egy fültisztító pálcikával elsötíroztam, hogy egységes alapot képezzek.
Egy laposabb fejű satíra csettel a szemem külső sarkába és mélyítő vonalnak egy sötét barnát vittem fel, aztán ennek a széleit is eldolgoztam egy fültisztító pálcikával. Aztán alul a szempillatőbe megismételtem a műveletet egy kisebb satíra csettel. The summer, I'll be back on my feet by the winter. I hope it feels like you want it. Don't like it as a free man. Közvetlenül a sötét barna fölé egy satíra csettel világos barna por került, hogy tökéletes legyen az átmenet, majd egy matt középbarnával még hangsúlyosabbá tettem a széleit a sminknek. Meg sejem porát egyszerűen az ujjammal felvittem a mozgó szemhéjamra, a széleit egy ecsettel picit összedolgoztam, majd egy laposabb fejű másik ecsettel az alsó szempillosporom belső részére is tettem belőle. Végül tusvonalat húztam, spiráloztam, és egy matra száradó bordó rúst kentem a számra. Tulajdonképpen az egyszerűbb irítség sminkkel is készültünk. Akik szeretik az erős színeket a szájukon, vagy a hangsúlyosabb rúzsokat, azok nyugodtan hétköznapra is kipróbálhatják. Akik pedig úgy gondolják, hogy alkalomra szeretnének kicsit bevadulni, akkor most jön az extrémebb fajtája ugyanennek a sminknek, amihez ugyanúgy füstfóliát fogunk használni, mint az előző videónkban. A ragasztóval összekentem egy fültisztító pálcikát, majd a számnak a belső részét elkezdtem kipöttyözni vele, fölül is és alul is egyaránt. Ezután a már előre apró darabokra tépett füstfóliát az ujjammal elkezdtem fölvinni a ragasztóra, és tulajdonképpen innen indul a türelemjáték, mert hogy ezzel szabálytalan formában végigraktam a számat. Your head's in the blur 'cause of me. You're right where I want you to be. I got you locked up in my cage, you know. My head's in the spotlight. Ha még szükséges volt, akkor a hiányzó részeket újra beragasztóztam, és hogy már ne kenjem össze teljesen az ujjamat, egy szemöldök csipesszel tettem föl a legvégső darabokat. So let it all go tonight. Nem kell a füstfólia formájának teljesen szabályosnak lennie, szerintem attól igazán szép és egyedi, hogy sose sikerül ugyanolyanra. És ezzel a plusz egy eszközzel elkészültünk a smink extrémebb fajtájával is. Ha bevállalósak vagytok, akkor próbáljátok ki bátran.